Sziasztok! Üdvözöleteket újra itt a csatornámon, én Timi vagyok. És amint a címből is láttátok, egy bizsús, fülbevalós videót hoztam nektek. Meg szeretném mutatni nektek a kedvenc fülbevalójaimat, amiket nagyon szeretek hordani, nagyon könnyű a ruhatárba beépíteni. Kis csilivilik is vannak köztük, de vannak simak is. Basic darabok is, mondjuk úgy. Ennél sokkal több van, ez pont az a mennyiség, amit szeretek használni, gyakran használok, és szeretem őket. Legelsőnek be szeretném mutatni ezt a kettő kis fülbevalót. Nyáron szerintem ezek nagyon jól mutatnak, színesek, van feketébe, narancsba, kékbe, zöldbe, minden létező színből lehet kapni. Ilyen 60 forint körül volt vásárolva AliExpressen, úgyhogy aki szeretett hasonló fülbevalókat, az AliExpressen nyugodtan nézen körül, mert nagyon sok modell van belőle. Szerintem ezek nagyon jól mennek ruhákhoz, inkhez, vékony ruhához, kötött ruhához, bármilyen stílusú ruhához, ezt nagyon könnyű beépíteni a outfitbe, úgy mondván. Van még belőle egy feketém, és egy fehérem, de azok most per pillanat nincsenek itt, úgyhogy nem tudom őket megmutatni. Van egy nagy kedvencem. Azért vannak becsomagolva, mert így őket szépen tudom tárolni. Biztos vagyok benne, hogy nem hagyom el a kis zárót itt a végéből. Ezeket a kis záró, nem tudom, micsodákat. Úgyhogy inkább mindig visszaszoktam őket tenni a kis csomagolásba. Ez egy nagyon jó darab, nagyon elegáns, nagyon jól mutat. Farmer ink kombinációval is, de ugyanúgy elegáns ruhával is. Esküvőre vásároltam, mert lett volna idén két esküvünk, ami a vírus miatt elmaradt, de viszont könnyen be tudtam építeni más öltözékbe is. Egy ugyanolyan hasonló, csak feketébe. Nagyon szép, nagyon elegáns, nagyon tetszik. Így szerintem így látszik a legjobban. Kis csinos. Ilyen 200 forint körül volt ez is, meg az aranyozott is ugyanúgy AliExpressen. Van még egy ugyanolyan kicsi kis karika. Felül a fül része szürke, az alja aranyozott. 150 és 250 forint közt lehet AliExpressen megvásárolni. Ismét egy olyan darab, ami úgy elegáns ruhához, mint egy casual farmer, ink, blazer, szakó, bármihez szerintem ez nagyon szépen megy. Szerintem még simán kötött pulcsival is el tudnám képzelni. Akkor egy nagyon basic, tudjátok, ezek a kis karika fülbevalók. Én nagyon szeretem őket. Van még egy nagyobb méret, de az per pillanat fülembe van, úgyhogy én az ilyeneket nagyon szeretem. Azok a nagy fülbevalók, nagy karikák is nagyon tetszenek, olyat még nem rendeltem. Következő Alice rendelésembe biztos be fogok egyet csúsztatni. És ez a szett, nem tudom már mennyibe kerül, 300 forint körül volt. De szerintem az AliExpress-es videómban meg tudjátok nézni a pontos árát. Ugyanúgy még egy karika fülbevaló itt a fül résznél, amit a bejön dugva a fülbe, itt van egy ilyen kis ezüstös kis valami, nem tudom pontosan minek nevezzem. Ezt még nem hordtam eddig, de kis aranyos. Ilyen kis csüngős fülbevaló is van, ugyanúgy karika részekkel aranyozott. Ez tényleg, ez már mindenhez megyen. És a legnagyobb kedvenc az ez a fülbevaló. Ezt ki is veszem, hogy jól meg tudjam nektek mutatni.
és ő lenne. Én nem tudom, lehet, hogy most, mint a férje mindig azt szoktam mondani, hogy csípőficamos ízlésem van. Lehet, hogy nem hétköznapi, de szerintem ez nagyon elegáns, nagyon gyönyörű. El is tudtam képzelni egy ilyen gyönyörű, szép ingel, egy bunda mellénnyel, egy nagyon szép csizmával, ilyen derékig, térdigérő kis csizmával, vagy ruhával, bármivel. És ugyanúgy el tudtam képzelni egy nagyon gyönyörű, ezüstös, fekete, elegáns ruhával, esküvőre. Szerintem ez egy nagyon szép darab. És tudom, hogy ez egy picit drágább volt, mint a többi. Ilyen 3 és 500 forint közt volt, de már nem emlékszek, mert a tavaly vásároltam. De egy nagyon szép darab. Ha szeretnétek még hasonló videókat a csatornára, akkor írjátok meg komment részlegben. Gyere emelről, babám! Gyere ide! Mit? Repülő, igen. Levesszük a harisnyát, egy pillanat, csak itten a néniknek megmondjuk azt. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. És komment részlegben írjátok meg, ha még szeretnétek hasonló videókat. Nem? Nem, ilyet nem csinálunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, további szép napot, sziasztok!